Elnök úr! Jó estét! Jó estét! Gratulálok Önöknek ahhoz a nagyszerű történelmi eredményhez, amely egy elsöprő és egyértelmű akaratnyilvánítást eredményezett. Bár sokan azt gondolják, hogy ezt a választást a Fidesz nyerte meg, szeretném világossá tenni, hogy ez a győzelem nem a Fideszé. Ez a győzelem az Önöké, ez a győzelem Magyarországé. A magyarok a mai napon ismét felemelték a fejüket, és ítéletet mondtak egy korszak felett. 1956-ban ítéletet mondtak a kommunista diktatúra felett, és a szabadság mellé álltak. 1990-ben a magyarok ítéletet mondtak a pártállami rendszer felett, és a demokrácia mellé álltak. 2010-ben ítéletet mondtak egy kudarcot vallott korszak felett, és az egységet, a rendet és a biztonságot választották. Minden idegszálammal érzem, és a szívem mélyén pontosan tudom, hogy életem legnagyobb feladata előtt áll. De azt is tudom, hogy ez a feladat megoldható. De ennek a feladatnak a megoldásához szükségem lesz mindannyiunkra. Jó estét kívánok mindenkinek! A szikár és prózai tény valóban úgy hangzik, ezt a választást megnyertük. A történelem nagy úr, és mert nagy úr, szűk marokkal mér. De amikor ad, akkor bőven ad. Tudatában vagyunk annak, hogy a választás történelmi jelentőségű volt, ha ez igaz, akkor a velünk szembeni elvárások is történelmi jelentőségűek. A választási győzelmet ki kell érdemelni. A kiérdemelt bizalmat meg kell tartani. Ezért akármilyen elsöprő fölénnyel is győztünk a mai napon. A következő évek során számunkra a legfontosabb a szerénység és az alázat kell, hogy maradjon. Hajrá Magyarország, hajrá magyarok, találkozunk 2 hét múlva!